Szürke zóna. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai nap az állásinterjúkról beszélgetünk. Ez egy olyan téma, szerintem, amit rengeteg podcast tudna érinteni, tehát a biznisz podcastektől kezdve a információbiztonsági podcasteken át, bármilyen podcastig, mert ez olyan dolog, ami szinte mind, amit szinte minden terület érint, viszont mi kifejezetten az, a szürkezónás jellegére szeretnénk rámenni erre a dologra, nem feltétlenül arról beszélünk, hogy, hogy illik állásinterjúzni, meg hogy szokás, meg milyen szempontokat veszünk figyelembe, hanem hogy milyennek az egész folyamatnak a sajátossága, ami olyan abszurdá teszi egy picit az egészet. Dani, mi az álláspontod az állásinterjúkról? <laughs> um, hát um, igen, ezzel, ezzel a kérdéssel kapcsolatban valószínűleg mindenkinek van uh, bár valamilyen tapasztalata, uh, rossz vagy jó. Uh, nekem is van ilyen, meg olyan tapasztalatom is. Uh, lehet, hogy ebben az epizódban kicsit... Uh, fogok dramatizálni egy pár dolgot, mert úgy érzem, hogy azért magán az egész folyamaton lehetne javítani, akár mint álláskereső, vagy akár mint munkaadó, vagy bárki, mert igazából nagyon sok tisztázatlan dolog van, nagyon sok dolog így a szürke homályba, a szürke zónába elvész, gyakorlatilag a... A bérigénytől kezdve a, a különböző papírokon át, amik kellenek a különböző munkákhoz, minden, mindenbe bele lehetne kötni, mert ö, szerintem azért sokszor eléggé nyitva hagyják az ajtókat, ö, és, és főleg egy pályakezdőnek azért én úgy érzem, hogy nagyon nehéz dolga lehet. Ö, Ráadásul akkor, hogyha mondjuk ilyen 24 éves koráig ö, egyetemen van, vagy valami, és itt tényleg 20 éves kora fölött kezd el ö, munkát keresni, azért szerintem eléggé, eléggé kemény és nehéz dolga lehet. Úgyhogy remélem, hogy valamennyire ezen tudunk segíteni, vagy vagy bármi, a, akár a saját tapasztalatunkkal, vagy akár így a, a meglátásainkkal én azt veszem észre, hogy nagyon változatos tendenciák vannak ezen a területen. Régen az volt a narratíva, hogy tedd össze a két kezed, hogy van munkahelyed, és ott dolgozhatsz. Tehát ez volt a, bocsánat, a munkáltatóknak a felfogása, hogy mi semmivel nem tartozunk neked a munkádért, csak és kizárólag a fizetéssel, amit, amit, ami jár neked a munkádért, de alapvetően te egy hálás ember kellene, hogy legyél, hogy mi engedélyezzük számodra, hogy itt dolgozol, dolgozhatsz. Ez mondjuk hmm. a 30 évvel ezelőtti világnak a sajátossága volt szerintem az elmúlt években hatalmas kereslet lett a jó munkaerőre, de mindinkább úgy általában a munkaerőre. Nem tudom pontosan, hogy minek köszönhető ez. Több munkahely lett, kimentek a fiatalok külföldre, több munkahely közül tudnak választani, itthon is, külföldön is egész egyszerűen nehezebben mennek el már egy munkahelyre, és fel kellett ismerniük a munkáltatóknak, hogy itt, itt alapvetően nem ők vannak jó helyzetben, nem ők vannak nyert helyzetben, hanem már inkább nekik kell ö, keresniük a jó munkaerőt. Tehát megfordultak a viszonyok, és most már a munkáltatónak kell összetenni a két kezét, ha valaki el akar jönni hozzájuk dolgozni. És tök érdekes, hmm. iparágak, művészetek, művészetek, művészeti sajátosságokkal rendelkező szakterületek, telepedtek rá, már erre a legjobb értelemben mondom a rátelepedést, erre a kérdéskörre, hogy hogy tudott te munkáltatóként elérni azt, hogy nálad akarjanak dolgozni azok, akik jó munkaerők. Igen, igen végül is, hogyha belegondolunk abba, hogy ugye volt ez a nagy röghözkötés az egyetemeknél, meg minden, mert hát ugye kezdtek rájönni Magyarországon, hogy elvégzik itt a fiatalok a jó egyetemeket, és, és hát mennek ki külföldre, tekintve, hogy ö, ugyanazzal a, a munkával, mint amit itthon végeznek, sokszor tényleg dupla annyit kereshetnek, és tudjuk nagyon jó, hogy nincsen korbázból a kerítés külföldön sem, de ettől függetlenül azért én is hallottam akár korábbi, akár jelenlegi ö, állásokkal, amik, vagy hát pozíciókkal, amit betöltöttem. hogy Hát igen azért néhol tényleg ugyanannyi felelősséggel, munkával, akár másfélszeresét, vagy kétszeresét is kereshetném annak, amit jelenleg keresek, és. Ö, én személy szerint valamennyire inkább kényelmesebb ember vagyok, és el vagyok azzal, amim van, ami egyébként nem rossz, de ettől függetlenül azért megértem a a pályakezdő fiatalokat is, akik a, a, végig izzadt, meg, meg verejtékezett egyetemi éveket nem szeretnék úgy kamatoztatni, hogy adott esetben alul vannak fizetve. Igen, alapvetően észrevehető, hogy az emberek, de főként a fiatalok, azon belül is mondjuk a, a Y-generáció, Ö, többet akarnak keresni, és ö, ö, tudnak is, és szeretnének is. Elvárásaik vannak, tehát nem csak a fizetést szeretnék megkapni, hanem juttatásokat, kevesebb kontrollt, tehát hogy nagyobb szabadságuk legyen, mm. mind a munkaidőben, mind a munkaidőn kívül. Eleve a munkaidőn kívüli tevékenységek támogatása is, akár lehet elvárás, hogy a lakhatásról gondoskodjon, a munkáltató állatkerti belépőt fizessenek ki. Most mondtam pár dolgot, de egyébként ezek olyan dolgok, amikkel találkoztam már. Mm. És ugye ennek a fiatalabb nemzedéknek néha a cég szerepvállalása is fontos. Tehát alapvetően nem, nem feltétlenül prioritás, de, de pozitívan értékeli, hogyha neki az állásinterjún új marketingedik a céget, ahova várják őt, hogy hát mi itt szeretünk foglalkozni a delfinek túlélésével, vagy az amazonaszi őserdőknek a a, a megmaradásával. Ez valamiért lehet, hogy egy olyan benyomást kelt az Y generáció tagjában, hogy na no, hát ezzel én tudok azonosulni. Mm. Ez egyetér, ezzel én egyetértek. Nekem is fontos az Amazon az, úgyhogy, úgyhogy ez, 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 ezen a ponton azonosak vagyunk. Igen. És tök érdekes, hogy Danival beszéltük, hogy mi a, mi a, legérdekesebb sajátossága ennek az állásinterjús témának. Észrevettük, hogy mindkét fél kamuzik egy állásinterjú. A munkáltató kamúzik azért, mert ö, ö, olyan ígéreteket, ö, olyan ígéretekkel dobálózik a munkavállaló felé, ami nem feltétlenül valós. Eleve megpróbálja elhitetni egy csomószor, hogy itt szuper jó dolgozni, valójában ugye egy csomószor kiderül az első néhány hónapban, hogy ez egy borzasztó hely, nem feltétlenül a munkahelyen van a gond, hanem mondjuk a közvetlen felettessel, mm. akiről kiderül, hogy egy idióta, eleve szoktak ugye tól-ig összegekkel dobálózni a munkáltatók, amiről ugye Dani saját tapasztalatai szerint győződött meg arról, hogy hát a tól igaz ugye mindig azt, jellemzően azt jelenti, hogy hogy itt akár nagyon sokat is kereshetsz, úgyhogy fogd a telefonodat, és hívd fel az ismerőseidet, és add el a csipkecsoda gyógyteát. A munkavállaló is tud kamuzni egyébként, a jövendőbeli munkavállaló, az is a saját marketingeléséről kamuzik, eladja magát, ilyesmit csinál, olyasmit csinál, ennyire jó ebben, meg precíz, pontos, hát ugye ismeritek ezeket a, ezeket a rövid tömör velős gondolatokat, hogy jó, csapatjátékos vagyok, precíz vagyok, alapos vagyok, maximalista vagyok, aztán hát tudjuk, hogy nem feltétlenül igaz ez. Igen, és, és hát ráadásul azon felül, hogy, hogy milyen összegekkel dobálóznak a, a munkáltatók. Ugye ismerjük, hogy van itt a nagy kafetéria rendszer, hogy hogy azt is odaírják, hogy hát igen, nálunk van kafetéria rendszer, ami mondjuk havonta 5000 forintot jelent, vagy nem tudom, manapság meg van-e határozva bármilyen minimum összeg, meg hogy itt egyéb juttatások vannak, bónuszrendszer is van, meg meg mindenféle ilyen, ilyen trendi szóval, meg kifejezéssel próbálják ugye eladni magukat, és hát sajnos tényleg előfordul az is, hogy mondjuk ez a bónuszrendszer is elég, elég kevés pénz jelent, tehát azért hallottam helyekről, ahol tényleg akár egy millió forintos bónuszokat osztogatnak, meg, mit tudom én még plusz két havi fizetés, meg hasonlók, de hát azért tényleg vannak, vannak esetek, amikor esetleg pár tízezer forintról van szó, és hát nyilván ingyen pénznek senki ne nézze a fogát, de ettől függetlenül akár csak a, a fizetéssel, egyéb ilyen juttatásokkal is szeretnek nagyon dobálózni. Persze azért valamennyire észrevettem azt, hogy, hogy általában ez minősíti ugye a munkahelyet, tehát hogyha egy esetleg nagyobb nevű cégről, vagy, vagy multiról, vagy akármiről van szó, akkor ott nem feltétlenül szoktak ilyenekkel dobálózni, mert tudják, hogy sokan már pont emiatt nem veszik komolyan, hogy itt akár egy millió forintot is kereshetsz, úgyhogy azért valamennyire realisztikusabb dolgokat írogatnak, de ettől függetlenül szerintem a mai napig jellemző még a különböző oldalakon, hogy igen, megpróbálják magukat ilyen szinten eladni a cégek. Az is érdekes, hogy meggyőződésem szerint egy állásinterjún mind a két fél rossz hiszeműséget lát bele a másikba. Tehát olyan, mintha úgy tárgyalnának a jövendőbeli munkavállaló az ő jövendőbeli munkáltatójával, hogy mind a ketten úgy nézik a másiknak a reakcióit, hogy a legrosszabbat próbálják kinézni belőle. Uh -huh. Hogyha például azt mondja a munkáltató, hogy hogy itt van lehetőség az elő, előléptetésre hosszú távon meg is tud valósulni, akkor a munkavállaló érzi, hogy hát persze, csak soha napján kiskedden, uh -huh. tehát hogy meg, meg tud valósulni, csak nem. <laughs> Sőt, amikor azt mondja a munkáltató, hogy hát itt rugalmas lesz a munkarend, akkor azt a munkavállaló rögtön tudja, hogy hát az, 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 az is meg fog valósulni, ez azt jelenti, hogy bármelyik nap maradhatsz tovább is bent, és fogsz is, hasonlóképpen a munkáltató is a rossz hiszeműséget látja bele a munkavállalóba, hogyha a munkavállaló akar rugalmas munkarendet, akkor a munkáltató azt hiszi, hogy hát azért szeretne rugalmas munkarendet, mert be se akar jönni, sőt nem is akar igazából itt dolgozni, csak a szerződést akarja aláírni, nem is fogjuk őt látni. Tehát, hogy olyan, mintha mindig a legrosszabb szenárióval gondolkodna mind a két fél, mm. és olyan, mintha ennek tudatában ö, tárgyalnának. Tehát egy csomószor én azt vettem észre, hogy a munkáltatók úgy érvelnek nekem, hogy próbálnak meggyőzni arról, hogy alaptalanok a gyanúim, akár vannak, akár nincsenek. <laughs> Tehát, hogy így nem, mint hogyha vala is ö, ö, kételkedtem volna abban, amit mondtak, de olyan, mint hogyha már arra alapoztak volna, hogy jaj, hát ezt mi tényleg úgy gondoljuk, hogy le van írva. Én, én valamennyire megértem, hogyha mondjuk a, a munkavállaló egy kicsit ö, annak vannak egy kicsit fenntartásai, mert szerintem még egyébként egy másik probléma magánál az álláshirdetéseknél az, hogy azért sokszor valótlan dolgokat ö, írnak oda. Tehát én is az évek folyamán azért egyszer-kétszer belekukkantottam, hogyha mondjuk egy, egy, kollégát kerestek mellém, hogy az adott álláshirdetésben milyen elvárásokat sorolnak föl, és, és hát azért meglepve tapasztaltam, hogy nem tudom hány éves munkatapasztalat után is gyakorlatilag papíron nem vennének föl engem erre a, erre a pozícióra, mert hogy nem elég, hogy akár egy vagy két diploma kell a, a munkához, kell hozzá még x év szakmai tapasztalat, erre majd, erre majd visszatérek, ugye egy nyelvvizsga, vagy két nyelvvizsga a munkától függően, vagy pozíciótól függően, és akkor még ugye vannak ilyen egyéb a, az adott pozíhoz passzoló skillek, vagy végzettségek, amik ugye nem szükségesek, de azért zárójelben megjegyeznénk, hogy, hogy hát eléggé jó jön, mert akkor legalább nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk, hogy ezt megtanítsuk neked, és akkor hát nem csodálom, hogy egy ezeket meglátja valaki, akkor, akkor azért eléggé megijednek, hogy Úristen itt miket várnak, és hát sok esetben tényleg akár egy telefonos ügyintéző vagy hasonló pozícióról beszélünk, és gyakorlatilag egy tökéletes emberi mintának kellene ahhoz, hogy engem fölvegyenek erre. Úgyhogy megértem, hogyha egy ilyen állásinterjún adott esetben azért az álláskereső sokszor úgy áll neki az egész dolognak, hogy itt lehet, hogy. hogy kamuznak vagy valami abszolút megértem. Hát meg tegyük hozzá, hogy én azért elég sok IT-s pozícióra vonatkozó álláshirdetést megnéztem, uh -huh. és ott, ott egy visszatérő probléma az, hogy ugye nem, nem IT-sek, meg nem információbiztonsági szakemberek írják meg ezeket az állásírdetéseket, És például visszatérő jelenség, hogy olyan programnyelvek tíz éves ismeretét várják el, ami öt éve létezik csak, és emellett még két-három nyelvet várnak el és minek is kell egy információbiztonsági szakembernek három-négy programnyelv ismeret? Meg olyan, olyan programnyelvnek a tíz éves ismerete, ami csak öt éve létezik? Tehát, hogy teljesíthetetlenek ezek a dolgok. Egyébként van egy előadás a neten, ami az ITB, ITBN-en készült, a kétségbeesve keresem ment, azt hiszem, uh -huh. mindegy sónózba elhelyezzük, az nagyon jól összefoglalja dr. Krasznai Csaba előadásában azt, hogy mi is ezen a területen a probléma. Igen, mondjuk én egy-két helyről visszahallottam, hogy hogy azért sok esetben az, hogy miket sorolnak föl egy álláshirdetésben, az általában azon múlik, hogy egyszerűen nem szakemberek írják ugye ezeket a pozileírásokat, hanem, mit tudom én, egy HRS, vagy valaki, akinek van egy vagy akár egyébként a, a, az adott pozinak a menedzsere, vagy akárki, akinek van egy alap elképzelése arról a, arról a beosztásról, amit ők meghirdetnek, ugyanakkor meg pontosan, hogy mik is kellenek ahhoz, hogy ezt a munkát el tud végezni, azzal már nincsenek teljesen tisztában, úgyhogy az ilyen egy e, trendi kifejezéseket, meg amik jól hangzanak, azokat így összehúzogatják a különböző helyekről, meg adott esetben beszélnek egy-két beosztottukkal, hogy szerintük mi lenne e, szükséges, vagy mi jönne jól ez adott pozihoz, és akkor ezeket így összeírogatják, és hát senki nem csekkolja le még egyszer, hogy akkor ezek mennyire valósak, vagy nem valósak, mert azért én is simán bele tudnék kötni egy-két álláshirdetésbe, amit mondom tényleg az én kollégáimnak írogattak, és egyszer-kétszer, amikor így ajángattam ismerőseimnek, akkor azért mondtam is, hogy egyáltalán nem kell megijedni. Itt mondhatjuk azt, hogy szinte a felét nem várják el ténylegesen a leírtaknak, úgyhogy ha szeretnél, akkor nyugodtan jelentkezzél, beszélsz egy nyelvet, mondjuk értesz a office-hoz, most mondtam valamit, akkor már nagyjából, hogyha jól tudod magad prezentálni, akkor igazából akkor meg vagy. Szerintem ezekkel azt akarják elkerülni, ezekkel az irreális elvárásokkal, hogy hogy dilettánsok ne jelentkezzenek. Tehát aki, aki nem érte ez a területhez, az ne jelentkezzen. Mert akkor az interjún derül neki, hogy igazából nem ért ahhoz, amivel dolgozna, csak nagyon elhivatott. De kérdem én, nem tudná pótolni a három programnyelv ismeretét az, hogy nagyon elhivatott? Igen. Most nem csak a programozásra vagy az IT pozíciókra gondolok, hanem egy csomó esetben a a, a tényleges szakmai tudás az helyettesíthető az elhivatottsággal, meg az ambicionáltsággal. mert, mert a, a, egy pályakezdő esetén nem tudunk beszélni három program nyelvismeretéről, mert megtanulatta az egyetemen, vagy egy egy és képzésen, de nem programozott még benne, nem dolgozott azzal a nyelvvel, nem is biztos, hogy van tapasztalat a munkahelyen, uh -huh. Viszont nagyon elhivatott, nagyon szeretné megtanulni, nagyon szeretné jól csinálni, van egy elképzelése, hogy egy játékot szeretne lefejleszteni, majd egyszer saját szakállára, de ahhoz meg kell szerezni a szükséges tudást, ahhoz meg rögös út vezet, szóval szeretne itt dolgozni. Na most ez, ez simán tudja ezt pótolni, nekem egyszer volt egy közbeszerzési szakértői pozícióm, kvázi kezdő voltam, mondjuk egy másfél-két éve dolgoztam már, ugye leve a jogi egyetem után, és úgy jelentkeztem erre a pozícióra, hogy nem értettem a közbeszerzéshez, és én ezt mondtam az interjún, meg a önetrajzomban is fel volt tüntetve, hogy én nem tudok közbeszerezni, de közel voltam a közbeszerzéshez, az is egy jogszabály, szóval meg tudok tanulni, de ott, van, ott volt mellettem az akkori munkájában a közbeszerzési referens, ki tudnám, ki tudnám kérdezni, meg efelék, és mondta akkor a, a, interjúztató, aki egyébként a közbeszerzési szervezeti egységnek volt a vezetője, hogy semmi olyasmiről nincsen szó, amit ne tudná egy hétvége alatt megtanulni. Uh -huh. És ha úgy vesszük, igaza volt, hogy nem értettem a közbeszerzéshez, elkezdtem közbeszerzési szakértőként dolgozni, és pár hét alatt arra jutottam, hogy igazából tudom. Tehát lehet, hogy egy programozói pozíció esetén erről nem tudnánk beszélni, de én azt gondolom, hogy egy csomószor az elhivatottsággal pótolható a tényleges szakmai ismeret. Hát igen, abban az esetben, hogyha ha te mersz jelentkezni, ilyen jellegű állásérdetésre, mert ugye visszatérve a szakmai tapasztalatra, hogy, hogy ott van az, hogy eleinte én azt láttam, hogy két-három évet várnak el az adott szakmában, hogy legyen tapasztalatod, de azért olvastam néhol öt évet is, és gyakorlatilag akkor ez most azt jelenti, hogy pályakezdőként szinte egyik munkahely sem akart téged fölvenni, mert hogy mindenhol elvárják ezt a szakmai tapasztalatot, és, és nyilván ez megint csak egy, egy stresszfaktor az új, új munkakeresőknek, a friss munkakeresőknek, mert egyszerűen, most, most vagy bepróbálkozol, és, és akkor megpróbálod ilyen szinten eladni magad, hogy te elhivatott vagy, tényleg te, te szeretnél ténylegesen ezzel foglalkozni, időt, energiát belerakni, és akkor így el tudod magad adni. Vagy adott esetben jelentkezel olyan munkahelyekre, ahol pályakezdőket is fölvesznek, viszont akkor meg azért sok ilyen rémtörténeteket lehetett hallani, amikor mi is ugye ilyen 18 körül lehettünk akár már egyetemekkel kapcsolatban is, hogy hú, erre az egyetemre nem menjél, mert ennek olyan hírneve van, hogy te lehet, hogy itt megtanulod a számítástechnikát, de innen nem vesznek föl téged. És ezt simán el tudom képzelni munkahelyekkel kapcsolatban is, hogy te erre a munkahelyre nem ennyire el, mert egy fekete listán van, és innen nem tudsz tovább menni a szakmán belül. Na én ezt megkaptam Károl isként, ugye a Károli, Károli Egyetem van a jogi egyetemek uh, hierhariának a legalján, elvileg. Uh -huh. Tehát elvileg az a legrosszabb, vagy legkevésbé jó jogi egyetem, és én ezt folyamatosan kaptam, hogy nem fognak felvenni munkahelyekre, ügyvédirodákra, mert csak az eltések, az eltések azok a legjobbak, és hogy csak eltéseket vesznek föl, meg hát kaptam olyat is, hogy bocs, de nem tudsz ide jelentkezni, mert, mert handicappel indulsz, mert hogy Károl is vagy, mondjuk ez nem, nem, a konkrét pozíciónak a, a képviselője, vagy a konkrét munkájának a képviselője mondta, hanem egy haver, aki megpróbált valami munkát szerezni nekem, vagy utána kérdezett egy munkának, hogy tudnék-e jönni, és akkor hát Károl is vagy, alapból handicappel indulsz, és ettől én felállt nekem a szőr a hátamon, de ez abszolút te kezdő voltam akkor, kijöttem igazából az egyetemről, elhelyezkedtem valahol, és azóta én ezt a hierarchiát nem tapasztaltam sehol. Tehát nem olyan helyzetben vagyunk, ahol munkahelyek ezt mérlegelhetik, hogy Károly és a diplomája nem annyira jó. De az se, tehát hogy a Károly Egyetem se volt rossz, vagy nem volt kevésbé színvonaltalan az oktatás, csak az eltések valamért olyan magasra pozícionálják magukat, hogy ahhoz társul egy ilyen tudat de, de, so, bocsánat, de soha nem ért hátránya miatt, hogy már hol tanultam ilyen szempontból. És ez mondjuk tök jó, hogy, hogy ezt akkor így, így sikerült megoldani, de azért simán látom azt is, hogy valaki adott esetben ezért hagy ki valamilyen lehetőséget, mert hogy, hogy sokan ugye próbálják eltántorítani, hogy jaj, ide nem menjél tanulni, oda nem menjél dolgozni, mert hogy csak ártani fog a karrierednek. Nyilvánvalóan akkor ezekkel az illetőkkel is lehetne beszélni, hogy ne próbáljátok már hátráltatni a másikat, mert most azért, mert nektek nem jött össze valami, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy egyetemnek vagy egy munkahelynek ilyen szinten rossz hírneve van. Úgyhogy nyilván ez is egy érdekes kérdés, hogy, hogy mennyire hallgass így a másikra, ö, de hát megint csak be kell próbálkozni, nem szabad emiatt elhagyni hagyni elúszni dolgokat, mert, mert sosem tudhatod, hogy mi lesz belőle. Ö, mondjuk kerestek már olyan ügyvédirodától, hogy jönnék -e dolgozni, ahol megmondtam, hogy ha az életem múlna rajta, akkor sem mennék el oda dolgozni. Meg is mondtam, neki nem igazán értette, és elmagyaráztam a kollégának, hogy rendkívül rossz a hírneve mm. a munkaerőpiacon ennek a munkahelynek. Gyakorlatilag az a híre, hogyha ott egy évet eltöltesz, már veterán vagy. Már egy olyan veterán vagy, aki, aki, aki sokat látott már. Tehát, hogy egyszerűen annyira rossz, ugye az ügyvédi irodáknál, az ilyen nagyobb ügyvédi irodáknál ez tudva levő, hogy eléggé rongyként bánnak a kezdőkkel, az ügyvédbolytárokkal, az ott dolgozó ügyvédekkel is. Nem, nem feltétlenül jó a, a hírneve egyébként a, az ilyen ügyvédi irodáknak, ugye egy csomószor a jogász is igazából, amikor ügyvédbolytárkodik, tehát mondjuk egy-két-három évet eltölt egy ügyvédi irodában, legyen gyakorlata, és tudjon szakvizsgázni, akkor ő nem fizetést kap, hanem, hanem Kérítést, ami mondjuk legjobb esetben is havi 20 ezer forint. Na most képzeld azt el, hogy kijössz 23-24 évesen az egyetemről, jogászként, ott van a doktor, az elő, előtaga neved előtt, és még három évig az anyukádnak a nyugdíjából élsz, mert te csak 20 ezer forintot kapsz a munkahelyedből, hmm. tehát borzasztó. És hogyha már itt tartunk, szakvizsga Ö, nekem, az a meglátásom, hogy a jogi közegben, a jogászok között a szakvizsga az egyetlen értékmérő csomó es esetben. Ugye megcsinálod a jogot, megcsinálod a jogi egyetemet, eltöltesz három évet, valahol, leigazolják ott neked a, a, a gyakorlatot, mondjuk jogászként dolgoztál, az ugye ebből a szempontból elvárás, hmm. és el kell menned, és be kell jelentkezned arra, hogy szakvizsgázzál, és lényegében ugyanazt megcsinálod, mint három évvel korábban, amikor lediplomáztál, tehát ugyanabból az anyagból újra vizsgázol, és akkor, hogyha ezt jóvá hagyják neked, tehát megcsinálod a szakvizsgát, akkor egy szakvizsgázott jogász vagy, és az a egyetlen különbség, hogy vállalhatsz peres képviseletet. Na és ez volt az, amire én azt mondtam, hogy köszönöm, de nem. Tehát ez a szivattyú nekem már nem kell az életembe, de tök érdekes, hogy csak akkor, de csak akkor jött elő ez a kérdés, amikor jogászokkal beszéltem. Amikor állásinterjún jogász ült velem szemben, az volt az első kérdése. Szakvizsgád van? Uh -huh. Mondtam nem, és mikor szeretnéd megcsinálni? Hm. És mondtam, hogy közben nem szeretném megcsinálni. Miért nem? Mert nem volt eddig rá szükségem, és nem igazán mutatkozik rá az, a, az hogy, hogy, hogy ez nekem meg kelljen csinálnom. Tehát nem látom a, a, az okát, hogy miért csináljam meg. És ez egy ilyen dealbreaker egy csomó esetben. Hát igen, ez a, ez a jogász kérdés is ebből a szempontból elég érdekes, hogy tényleg ez a bolytárkodás, meg mit tudom én, hogy hogy gyakorlatilag még, még évekig, úgymond a szenvedned kell elég kevés pénzért akkor ezek szerint. Ö, és, és nekem ez, ez mindig egy kicsit furcsa volt, hogy, hogy igen, persze, azért komoly dolog a jog, és hát nyilván folyamatosan ö, frissülnek a dolgok, meg minden, és azért... Ö, ö, napra késznek kell lennie, de ezzel szemben meg ott van például egy, egy rezidens, aki nyilván nem fogja a világ legjobb fizetését hazavinni, de azért legalább valamennyire labdába tud rugni, és akkor, ha jól emlékszek, akkor talán három lépcsőfok van, amit rezidensként fizeti szempontjából kaphatsz, de, de azért nem 20 ezer forintról beszélünk, hanem itt 200 ezer forint környékéről, és ugyanúgy persze eleinte mondhatjuk azt, hogy nem vagy teljes értékű orvos, vagy hogy fogalmazzak, de, de azért még mindig jobban hangzik, mint egy ilyen bolytárkodás. Igen, alapvetően én azt gondolom, hogy mindaz a, az a követelmény, amit elvárnak egy, egy munkahely, vagy egy állás hirdetésben tőled, hogy tudjad, vagy rendelkezzél vele, hmm. az, az, hogyha nem rendelkezel vele, az kompenzálható azzal, hogy egy interjún hitelesen képviseled azt, hogy te ezt tudod. Tehát mondhatod azt, hogy Nincsen szakvizsgám, de tapasztalt jogász vagyok. Hogy mondhatod azt, hogy nincsen programozói végzettségem, de tudok programozni. Mondom, hitelesen kell ezt képviselni, tehát hogyha az lesz a benyomása az interjúztatónak, hogy, hogy te ezt tudod, hogy ezt tényleg tudod, hogy te, neked tényleg nincs szükséged arra a rohadt papírra, mert talán jobban tudod, mint az, akinek van papírja, akkor igazából ez a probléma ez áthidalható. Igen, és én ennek örülök is, mert sajnos én pont egy olyan típusú ember vagyok, aki ha most kellene, akkor egyetemet biztos, hogy nem tudnék elkezdeni, ellenben autodidakta módon akár ilyen online képzést azt hamarabb tudnék elkezdeni, és hamarabb tudnék végigcsinálni, mert ott ugye a saját tempomban tudok dolgozni, ha, ha valamin fennakadok, akkor a saját kis hülye megoldásaimmal tudom, tudok a végére érni az egésznek, viszont egy, egy egyetemen most itt több szemesztert csinálni nem hiszem, hogy menne, és, és nekem, nekem, ebből a szempontból nagyon sokáig problémáim voltak így az álláskereséssel kapcsolatban, hogy, hogy hát igen, bizonyos ö, ö, papírjaim azok nincsenek meg, akár szakképzettség vagy valami, de igazából értek hozzá, vagy például itt van a nyelvvizsga is. Én évekig stresszeltem azon, már egészen a gimi, hát közepétől kezdve, azt tudtam, hogy nekem lesz egy, egy német nyelvvizsgám, de igazából én angol nyelvvizsgát is szerettem volna letenni, de pusztán csak azért, mert tudom, hogy majd az én önéletrajzomon ez jól fog kinézni, és hogy majd ez egy döntő faktor lesz ö, abból a szempontból, hogy engem fölvesznek vagy nem vesznek, és még évekig húztam és gondolkoztam, hogy hú, akkor elmegyek, áh, de egy kicsit drága, meg most akkor melyikkel próbálkozzak meg, hogyha hogyha most én jelentkezek egy felsőfokú nyelvvizsgára, de nem sikerül, csak mondjuk középszintre, akkor megkapom a, középszintű nyelvvizsgát, hát nem, ez nem így működik, és évekig stresszeltem, és akkor végül valamennyire elengedtem ezt a kérdést, és akkor csak beírtam, hogy társalgási szinten beszélem, vagy tök mindegy, hogy milyen szinten beszélem, de hogy ugye papírom nincsen róla. Beírtam mellé a német nyelvvizsgát, amiben reménykedtem, hogy valamennyire felhúzza ezt az egészet, és hát végül tényleg kiderült, hogy hát nem is indokolt, hogy nekem legyen angol nyelvvizsgám. A lényeg az, hogy tudok beszélni angolul, és azért ez egy megkönnyebbülés volt számomra. Igen, voltam egyszer egy állásinterjún, ahol előzetesen kérték, hogy hozzam be a diplomáimat, és behoztam kis táskába. Uh -huh. Az interjú elején elkérték, mert többen voltak bent, és miközben az egyik emberrel beszéltem, addig egy másik hölgy fogta és átlapozta a diplomáimat, ami ugye egy kétoldalas ilyen kötött Bittem én, micsoda, tehát egy okmány, oké, okay, de nem nincsen úgy tartalma, hanem van ott benne valami, hogy tessék, te diplomás ember vagy, ezen a szakon végeztél, és leellenőrizték a diplomáimat, és ezzel sehol nem találkoztam. Nem igazán tudom, hogy mi, mi volt erre a szükség, vagy mi szükség volt erre. Igen, mondjuk nem is tudom, hogy hogy... Euh, milyen szinten járhatnak utána a dolgoknak, mert nyilvánvalóan például a, a HRS ek között van egy ilyen, egy ilyen kialakult fórum, ahol adott esetben nem tudom, hogy mennyire, euh, mennyire komoly ez az egész euh, dolog, hogy például, hogyha a te nevedet bedobják, hogy gyerekek, hát lehet, hogy mondjuk a, az, az területen ezt a srácot, ezt nem nagyon alkalmazzátok, mert nem megbízható, meg ilyesmi. Azért valamilyen szinten el tudom képzelni egy idézőjelesen felkerülhet az ember fekete listára. És nyilván ebből a szempontból nem feltétlenül érdekes, érdemes akár már kamúzni vagy valami, de de pff, mondjuk ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire nézhetnek utána dolgoknak, vagy, vagy ö, mennyire csekkolgatják le ezeket a különböző szakképzéseket, meg ilyesmiket. Neked volt egy ilyen ismerősöd, nem, aki, aki hát nem volt valami felelős pozícióban, de abban az alacsony szintű pozícióban is már fekete listán volt, tehát már szóltak a versenytársak egymásnak, hogy ezt ne vegyétek fel, mert, mert egy hónap múlva fel fog mondani. Igen, erre majd egy kicsit később talán még visszatérünk, ha jól emlékszek, de valóban ő egy ilyen jobhoppernek volt nevezhető. És hát igen, ez a egy, egy, bizonyos ö, pozim belül ugrágatott, de szerintem konkrétan tényleg így próbaidőn belül ugrágatott ide-oda a és, és hát, hogyha a forrásaim azok megbízhatóak, akkor igen, valamilyen szinten felkerült egy fekete listára. Na most innentől kezdve meg ugye az a kérdés, hogy az adott munkahely az mennyire foglalkozik azzal, hogy ez az illető fekete listán van vagy nem, mert ez egyébként pont egy olyan beosztás volt, hogy itt az embernek gyakorlatilag egy droidnak kell lennie, és csinálnia kell a munkát, 8 órán keresztül, a többi az igazából annyira nem számít. Ha már a job hopper kifejezés előjött, én el szeretném mondani, nekem elég sok munkahelyem volt, és erre büszke vagyok. Tehát én mióta lediplomáztam, azóta nem igazán volt olyan munkahelyem, ahol két évnél tovább dolgoztam volna, az egy év nyolc hónap volt a leghosszabb, egészen a mostani munkahelyemig, ahol épp ma vagyok két éve, no. és nem is tervezek felmondani, mert nagyon jól érzem magam, de ehhez ki kell, eh, végig kellett járni egy rohedli munkahelyet, hogy megtaláljam azt, ahol igazán jól érzem magam. De hogy ugye, hogy ugye miért is vagyok én erre büszke? Én ezt minden interjún büszkén vállaltam. Ugye az önért rajzom az ennek köszönhetően több oldal, és nagyon sok oldalú, tehát sok, sok cégnél, sok fajta cégnél dolgoztam, sok fajta pozícióban mindegyik a jogi végzettségemhez kötött, de, de érezhető és látható, hogy felelős pozíciók voltak ezek, tehát alapvetően nem ügyfélszolgálatos munka, hanem jogtanácsos, mit tudom én mi, tehát közbeszerzési szakértő ugye, közbeszerzési jogász, ilyenek, ilyenek ilyen munkájaim voltak. Aztán ugye elkezdődtek az adatvédelmi pozíciók is. <hállt> és én mindig éreztem, hogy amikor elmegyek az interjúra, amikor ö, nem HRS van bent, vagy nem munkaközvetítővel tárgyalok, akkor eznek semmi jelentősége, vagy ha van jelentősége, az pozitív, mert azt látják, hogy hát akkor neked sok oldalú az ismereted. Tehát sok, sok dologba belekostoltál, sok ö, ö, területen jártas vagy, szóval te előnyt élvezel ahhoz képest, akinek most, aki most dolgozik a második munkahelyén. De amikor HRS-sel vagy munkahely vagy állás közvetítővel beszélek, azonnal előjön ez a jobhopper szempont, hogy hogy is van az, hogy te itt másfél évig dolgozol egy-egy munkahelyeden? Mert ugye jogos az aggodalom, hogy lehet, hogy itt is másfél évig fogok dolgozni akkor, és innen is dobbantok, hmm. bár meggyőződésem, hogy ma már egy csomó munkáltató nem is nagyon gondolkodik tovább, egy évnél tovább, tehát nem vesz fel úgy valakit, hogy mostantól nyugdíjig szeretnélek, szeretnélek itt látni, hanem ha nem azt gondolják, hogy jövő ilyenkorig valahogy meg kellene oldani, hogy, hogy valahogy pi, ki, ki legyen pipálva ez a, ez a munkahely. Aztán jövő ilyenkor meg újra gondoljuk. Tehát nem hiszem, hogy egy évnél tovább gondolkodnak ma már a munkahelyek. Én ugye, hogy én miért váltottam ilyen gyakran, én nem, nem azért váltottam, mert, mert megutáltam a helyet, vagy, vagy vagy ilyen siheder vagyok, vagy mit tudom, micsoda. Én a abszolút a pályám elején hallottam egy gondolatot valakit, egy kollégámtól, hogy a mai fiataloknak nem kell már két évnél tovább egy helyen dolgoznia. És ez nekem nagyon beégett, hogy, hogy ez tök érdekes, hogy addig én azt gondoltam, hogy a klasszikus ilyen kádári modell, hogy legyen egy munkahelyed, és az, az legyen meg, hmm. az, 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 meg, lesz, meg lesz nyugdíjig, onnan elmész nyugdíjba, és akkor te megelted az életet. És Azért ma már érezhetjük, hogy ennek nem feltétlenül kell így lennie. Régen ez, értem, szerintem egy járható út volt, sőt, egy talán az egyetlen járható út, de ma már azért sokkal több a lehetőség. És én mindig, amikor váltottam, akkor mindig én többet is kértem. Tehát, hogyha kerestem akkor X pénzt, akkor a következő helyen X plusz, 25 vagy 50 százalék pénzt kértem. És egy csomószor ugye a szakmaiság motivált, hogy szeretnék most már mással foglalkozni, szeretném specializálni a tudásomat, de hát nem egyszer fordult elő, hogy kirúgtak. Hmm. De ezt, ezt én ezt megint csak teljes büszkeséggel vállalom. Ez lehet, hogy egy kicsit azzal van összefüggésben, tudod, hogy hogyha, hogyha mondjuk beszélsz mondjuk két startup errel és a másiknak nem volt még start, sikeres startup terve, de, de nem is volt bukott startup terve sem, viszont egy másik startup er meg azt mondja, hogy nekem már két bukott startupom volt, akkor ez a másik fogja nyerni a te kis versenyedet, mert ő már tapasztalt valamit. Tehát, hogy, hogy én is így tekintettem erre, hogy az, hogy engem kirúgtak többször is, az, az nem, nem annak a bizonyítéka, hogy én egy rossz munkaerő vagyok. Az akkor volt probléma, amikor be, belementünk ezekbe a kérdésekbe, az állásintér, hogy miért rúgtak ki, mert, mert akkor sajnos felszakadtak a sebek, és elkezdtem sérelemből beszélni. És hiába egy hivatalos helyzet volt, nagyon nehéz volt úgy elintéznem, hogy hát nem teljesen értem, hogy miért rúgtak ki, szerintem nem úgy jöttek a számok, és ilyesmi, egyből előjött az a sérelem, hogy hát pár héttel az esküvőm előtt volt, és hogy az komplet csapat hivatalos volt, meg a főnököm is hivatalos volt az esküvőre, de hogy kirúgtak, de mindegy, most megint csak nem akarok ebbe belemenni, de ez, 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 ez szült problémákat, és ha már Job Hopper, mondom nekem, én most, most, ahol dolgozok, az, az ott jól érzem magam, viszont ez talán a hetedik, nyolcadik, vagy talán inkább hatodik, hetedik munkahelyem, van egy, van egy kolléganőm, egy, egy 50 év körüli nő, aki, aki most dolgozik a második munkahelyén. És ebbe egy kicsit azért nehéz belegondolnom. Tehát, hogy 50 éves vagy, és ez, ahol dolgozol, ez a, ez a második munkahelyed, és itt is 6 éve dolgozol. Tehát a legutóbbi próbaidőd 6 évvel ezelőtt volt. már azt se tudod, hogy mit csináltál a próbaidő alatt, hát. meg hogy milyen döntéseket hoztál. Azelőtt kb. 20 évig dolgozott, dolgozott egy másik munkahelyen, az, az, az Annak a próba idejére már abszolút nem emlékszik. És most kérdezzük meg egy ilyen, oké, okay, hogy ő egy másik korosztályt, egy 50 nő, mondom, a 30 évvel ezelőtt teljesen más volt a világ, tehát ott az volt a felfogás, hogy tedd össze a két kezed, hogy van a munkahelyed. De a mai világban egy ilyen embernek az életútja, aki tényleg két, egy oldalas az önéletrajza, az a hűséges benyomást kelti, vagy a tapasztalatlan benyomást kelti. Hmm. Én azt gondolom egyébként, hogy inkább a tapasztalatlanság felé billen a mérleg nyelve, nem a hűséges, tehát nem hiszem, hogy azt látja ebbe egy munkáltató, amikor mérlegeli, hogy felvegyene téged, hogy ez a csávó vagy nő, ez, ez itt fog maradni, emiatt nem kell aggódnom, hogy ez itt felmond, mert mert ez itt fog maradni, mert hogyha úgy marad itt, hogy közben meg tök rossz, amit csinál, meg rossz minőségű munkaerő, akkor inkább ne is maradjon itt, ugye? De ha viszont jól dolgozik, de látható, hogy másfél évente változik, változtat munkahelyet, akkor lehet, hogy igazából azon kezdünk el gondolkodni, hogy jó, mit tudok tenni, hogy nálam nem másfél évig legyen, hanem tovább. Mert ugyanakkor meglátom, hogy a, az életpályája az felfele íver Egyre felelősebb és felelősebb pozíciókat vállal el egyre jobb és jobb munkahelyeken. Egy ilyen, egy ilyen ajánlat számomra, hogyha én munkáltató vagyok, számomra szexibb, mint sem az, hogy, hogy ez a második munkahelye. Nekem ambivalens érzéseim vannak ezzel a kérdéssel, ezzel a job hopper keréssel kapcsolatban. valószínűleg azért, mert ugye a, az előttünk lévő boomer generáció, ahogy szokás mondani, ugye a szüleink, ők tényleg ezt csinálták, hogy Mit tudom én, 18-20 évesen elkezdtek valahol dolgozni, és hát akkor többnyire vagy onnan mentek nyugdíjba, vagy esetleg egyszer váltottak valamit, mert leépítés volt, vagy akármi. És akkor ők úgy ezzel el voltak, nem voltak túl nagy igényeik, meg hasonlók. Ehhez képest ugye a mai világban tényleg jellemző az, hogy gyakran változtathatják az emberek a, a munkahelyüket, és lehet, hogy egyszerűen a neveltetésönből fakadóan egy picit még nehéz ezt így pozitívan látni, hogy hogy gyakorlatilag egy-két éven belül, vagy három éven belül átmegyek egy másik munkahelyre, ott is ott vagyok egy kicsit, onnan is tovább megyek. Ez lehet, hogy megint csak a kényelmemre vezethető vissza, hogy hogy tényleg én, én jobban érzem magam, hogy most már elég sok ideje dolgozok ott, ahol dolgozok, és, és el vagyok, és azért néha még a, a, hát a kicsit távolabbi kollégáimtól azért azt, azt érzékelem, hogy úristen, te már ennyi ideje itt dolgozol. Ennél a cégnél pedig, és még nem is nagyon váltottál ugye, pozitív, így a cégen belül, hát te aztán, te aztán biztos tudsz valamit, de tudod, kicsit olyan, hát ha nem is lenéző, de olyan negatív, negatívnak gondolják azt, hogy én annyi ideje vagyok ott, ahol vagyok. Pedig, pedig én teljes mértékben el vagyok, és, és, és úgy gondolom, hogy tök jó tapasztalatokat szerzek. Azt nem mondom, hogy innen szeretnék nyugdíjba menni, mert, mert azért az még messze van, meg hát azért nekem is vannak úgymond álmaim, de igen, érdekes, érdekes, kérdés, hogy, hogy mennyire jó vagy rossz ez a jobhopperkedés, de valahol talán már tényleg a, a, munkáltatók is erre vannak egy kicsit ráva, bár szerintem ez megint csak főnök és HR-estől függ, mert hogyha ők is ugye egy idősebb generációba tartoznak, akkor lehet, hogy rossz szemmel nézik azt, hogy neked öt év alatt volt tíz munkahelyed, viszont hogyha egy mit tudom én, 20-as, 30-as, hát 20-as az kevésbé, de mondjuk 30-as, 40-es uh, korosztályú HRS csinálja az interjút veled, és akkor a főnököd is egy picit fiatalabb, akkor el tudom képzelni azt, hogy igen, ők ezt egy, ezt egy tehát hogy, hogy lehet, lehet, hogy egy fiatalabb főnök azt inkább tényleg egy pozitívumnak látja, hogy, hogy te egy idézőjelbe világot látott álláskereső vagy, esetleg több szoftverhez, meg mi egyébhez értesz, és akkor lehet, hogy ezt, ő ezt úgy fogja fel, hogy akkor ez itt ennél a cégnél, ennél a beosztásnál előnyödre válhat. Te egyszer mondtad nekem egyébként, hogy te nem igazán szeretnél így, nem, nem szereted ezt az ilyen beilleszkedés szakaszt egy új munkahelyen. Tehát, Nagyon hogy, hogy, hogy ez, én, meg, én meg egy ilyen beilleszkedés junkie voltam egy időben, <laughs> hogy én meg tök imádtam ezt az élményt, hogy így mindenki mosolyog, meg mindenki bemutatkozik, meg megmutatják, hol a kávéfőző, aztán odaadják a gépemet, azon van jogtár, Windows 10, Tudod, én, én szerettem ezt az ilyen ez ilyen kezdésélményt nagyon-nagyon motivált, meg így, így, feltöltött életerővel, meg egy csomó, egyszer a podcast gondolata is akkor ért meg egy picit jobban, amikor egy ilyen helyzetben voltam, de te meg ezt, ezt ki nem állhatod. Nem, igazából tényleg ez a, mondjuk tartozik az is, hogy, hogy valahogy mindig egyre messzebb találok munkát, és ez sem feltétlenül egy, egy jó dolog nekem, hogy minél többet kell utazni a városon keresztül, de igen, ez a, ez a próbaidőszak, jaj, mennyire lesz, egy idióta, vagy, vagy mit tudom én, agresszív, vagy akármilyen a főnököm, mennyire lesz nyugis, vagy kaotikus a munkakörnyezetem, és én ezekre nagyon rá tudok stresszelni. Valószínűleg ez megint csak a nem szeretem a változást kategóriába sorolható, de, de igen, nekem ez egy picit mindig kellemetlen élmény, és én szeretem is, hogyha adott esetben van valami Ismerősön vagy valaki a cégnél, aki legalább egy ilyen biztos pont tudott, hogy na akkor hozzá akár nem egy cigizni, vagy kávészünetre, vagy valami, csak hogy legyen ott egy, egy egy ismerős dolog az életemből, és akkor egy picit könnyebben tudom ezt a akár három hónapot kezelni, ami maga ez a próbaidő. Meg hát ez a tény, hogy ugye bármi komolyabb bindok nélkül kirúghatnak, vagy úgymond megválhatnak tőlem a próbaidő alatt, az is, az is egy picit olyan aggasztó dolog volt számomra. Aztán, hála Istennek, ez, ez nem így volt. Úgyhogy egy ideje már nem kellett ezt átélnem. Visszatérve az interjúkra, én a magam részéről eleinte nem igazán élveztem, meg nem igazán láttam az értéket ebben, hogy mi a jó az interjúzásban. És aztán volt egy fordulópont, még a kezdő kezdőpozíciónkban mászkáltam el interjúkra, ahol visszautasítottak. Tehát megírták, hogy nem, nem mellettem tették le a és fogtam magam, és felhívtam őket, és mondtam nekik, hogy megkaptam az e-mailt, és hogy maximálisan elfogadom a döntést, de hogy szeretnék érdeklődni, hogy mi, mi alapján hozták meg ezt a döntést, mert hogyha olyan dolog, amire van hatásom, akkor azon szeretnék változtatni. És látszott, hogy nem igazán tudnak ezzel mit kezdeni, mert ezt nem szokták csinálni. <coughs> az emberek, és hát elmondták, hogy hát milyen ezért személyiségbeli dolgokat is nézünk, hogy így az adott személyiség mennyire tud, vagy tudhat együtt dolgozni a csapattal, és hát ezen szempontok mentén arra jutottunk, hogy, hogy, hogy nem, nem biztos, és mondtam, hogy hát jó, akkor én ezt úgy veszem, hogy ezen most nem tudok változtatni, de köszönöm az őszinteséget. És ez az egész folyamat az átcsapott egy olyan dologba, hogy elkezdtem élvezni az interjúzást. Tehát különböző pozícióim között mászkálgattam interjúkra, még akkor is, ha nem akartam váltani, mert egyébként jól esett az, hogyha elhívtak egy interjúra, jól esett az, hogyha felvettek, hiába visszautasítottam, az mondjuk az már nekem is problémás volt. Tehát, tehát hiába éreztem jól magam valahol, hogyha felvesztek egy munkahelyre, ahol nem akarok valójában elmenni, azt visszautasítani gáz, tehát kvázi olyan, mint a szakítás. Egyébként a, a felmondás, interjúztatás témakör az rettentően analóg a párkapcsolattal. Tehát a, a felmondás az olyan, mint a szakítás. Szinte teljesen, lelkiekben szinte teljesen azonos a folyamat. És elkezdtem élvezni az interjúkat, mert hogy gyakorlatilag úgy tekintettem magamra, mint egy termékre, amit nekem kell eladnom. Tehát kvázi egy szélszessé avanzsáltam, és ezt elkezdtem élvezni. Hogy tök jó ilyen kis produkciókat lebonyolítottam, elkezdtem figyelni arra, hogy milyen gondolatokkal próbálom itt menedzselni magam, meg próbálom elhitetni azt, hogy én, vagy, én lennék a jó választás. Egy csomó sikertelen interjúm is volt, tehát egy csomó, csomó kudarc volt, fogtam a fejem, hogy hogy tudtam ezt így ennyire elcseszni ugye érteni kell, hogy itt ilyenkor mind, mindenféle zavarban van. Tehát az interjúztató is zavarban van, a munkavállaló is zavarban van. Aki zavarban van, hülyeségeket beszél. Aki hülyeségeket beszél, az vagy még több hülyeséget beszél, vagy lefagy. Ne. És ebben az élethelyzetben kijöhetsz úgy, hogy bár nem, be se mentél volna. És én megpróbáltam ezekből levonni a tanulságot, és nem a magamra venni. És... Eljutottam arra a pontra, hogy nyilván egy, egy ehhez passzoló élethelyzetre is szükség volt, hogy már nem voltam feszült az interjú közben, hanem, hanem lazán kezeltem a dolgot, csak ez meg átcsapott egyfajta ilyen szélsőséges könnyelműségbe és őszintességbe. Tehát, hogy ilyen totál lazán így, 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 így támaszkodtam már a másik szék támlájára, meg már így, így itt Én néztem így mindenfele, ők meg így megtiszteltek azzal, hogy ilyen hivatalosan ültek, ott a kis hr én vagy Abszolút te, mint hogyha érted, nem Oltvan is tudom, hogy mit keresek. Igen, mint hogyha, érted, ők jöttek volna vendégségbe hozzám, és a szélsőség őszintesség az meg oda vezethető vissza, hogy így azt éreztem, hogy nincs itt veszteni valom, hogy így, hogy így bármit megcsinálhatok. És, és akkor kérdezték, hogy, hogy ez, hogy és erről a munkahelyről mit tud elmondani itt a cv -ben? Hát, kérem szépen, egy pszichopada banda. <síthat> Mondtam nekik, hogy, hogy hogy ez egy rahat pszichopata banda, és senkinek nem ajánlom, hogy ide elmenjen dolgozni. És minek után ez ilyen első kör volt, így a végén mondta a hölgy, hogy hát jó volt, de a második körbe ezt a pszichopatás részt én kihagynám. <laughs> és így, és, így, és így én voltam meglepve, hogy mondom, hogy hát, de hát ez az igazság. Igen. És, és rájöttem, hogy itt, itt nem játszik szerepet az igazság. Itt, itt, itt kamúzni kell. És ez, ez, ez engem mélységesen szíven ütött, hogy, hogy nem, ért, nem az volt a felfogásom, nem értékelendőbb az, amikor őszinte vagyok, mm -hmm. és elmondom, hogy én ehhez nem értek, de meg tudom tanulni, és elmondom, hogy nekem ez a munkahely, az előző munkahelyem nagyon rossz volt, szeretnék egy jobb munkahelyre menni, ahol ilyen idióták már nem dolgoznak, hogy nem értékelendőbb. És kiderült, hogy nem. Kiderült, hogy nem. Valójában a az ámítást várják el. Hmm. Hogy te azt mondod, hogy te, te addig nem mész haza, amíg meg nem csinálod a munkádat. Hogyha nyolckor csinálod meg a munkádat, akkor nyolckor. Te jobban érzed magad, hogyha befejezed a feladatod aznap. Tök mindegy, hogy aztán nem valósul meg, nem tudják már számon kérni rajtad, Addig kell ki kibírni, amíg letelik a próbaidő, aztán meg már nehezebb felmondani neked, hogyha kiderül, hogy mekkora lúzer vagy, meg mennyire nem valósítod meg azt, amit beleígértél. És ez nekem nagyon érdekes volt, és ha egész őszinte akarok lenni, akkor a mostani munkahelyem esetén is egy picit csúsztattam, amikor az állásinterjún voltam, de ez oda vezethető vissza, hogy egyik fél se tudja, hogy, hogy, hogy az adott szó az mit jelent valójában. Mondok, Szemléltetem ezt. Én egy idő után elkezdtem igényekkel élni. Amikor vállalkozóvá váltam, és elkezdtem gyakorlatilag megbízási szerződések mentén tehát megbízási alapon, nem munkaviszony alapján, hanem megbízási alapon adatvédelmi tisztviselői pozíciókat betölteni, akkor én elkezdtem állásinterjúkra is mászkelni, mert nekem ebbe az élethelyzetbe befért volna még egy munkaviszony. Mm. Tehát én akkor egyéni vállalkozó voltam, az egyéni vállalkozó vállalkozó vá, vá, vállalhat párhuzamosan munkaviszonyt is, de ezt nem zárja ki semmi, uh -huh. és hát húztam egy elég furcsa és alattomos trükköt, hogy, hogy elkezdtem gyakorlatilag állásinterjúknak álcázni az ügyfél találkozókat. Tehát elmentem az állásinterjúra, előadtam magam, lemenedzseltem magam, ámítottam őket, hogy mennyire jó szakember vagyok, meg ilyesmi, és aztán beköhögtem, bekö hogy hát viszont van egy, van egy, igényem, az igényem pedig az, hogy ne kelljen bejárnom, és ne kelljen bent maradnom fizikálisan. És ezt én értem szerint azért mondtam, mert, mert hogyha én vállalkozóként is dolgozok, akkor nem biztos, hogy az én Ügyfeleim az, azok, akiknek adott esetben mondjuk, hogy hónapon keresztül semmilyen feladatuk, tehát velük semmilyen feladat nem merül fel, és nem is keresnek, mert nincs, nincs miért keresni engem, csak rendelkezésükre állok. De, de ha mégis valami feladat van, akkor én ezt nem akartam, hogy az, hogy az annak a teljesítését akadályozza az, hogy nekem személyesen ben kell lennem, lennem egy munkahelyen. Értem szerint nagyon rossz élményeim is voltak ezekkel a dolgokkal, hogy nem talált meg a főnök 10 percig, akkor én már biztos lógatom a lábamat valahol, vagy 8 óra 5 percre érek be, akkor késtem úgy, hogy vegyek ki egy szabit. Tehát, hogy ezek, ezek az élmények azt, azt gerjesztették bennem, hogy én ezt a kötöttséget nem akarom többé. És én elmondtam ezeknek, az embereknek, hogy én távolról is menedzselem ezeket a feladatokat. Jó vagyok benne, ne, nem lesz akadály, de, de nem szeretném ezt a, ezeket a kereteket, szeretnék oda menni ahova szeretnék, az adott napszakban, én nem akarok ad, amiatt stresszelni, hogy mi van, hogyha akkor keres valami felettes szerv, és vagy a felettesem, és nem talál a helyemen, és, és, és egyszerűen nem képzeli el, hogy nem, nincs benne az a szedár jó, hogy e-mailt írjon, vagy felhívjon, és úgy próbálja meg elősegíteni a feladat teljesítését. És képzeljétek el, hogy, hogy az esetek száz százalékában ez az elvárás kizáró tényező volt. Tehát volt, ahol mondták, hogy, 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 nagyon megfelelsz, nagyon jók az iskoláid, nagyon jó az előéleted, a személyiséggel is tök jó, a bérigényt is tudjuk teljesíteni, de sajnos az, hogy nem szeretnél bejárni, dolgozni személyesen, tehát nem szeretnél itt lenni a négy fal között, az, az mindent kizár. És fel voltam háborodva. Mert mondtam, hogy hol élünk? Mi, mi ez itt? Ezek ez az Vagy mi a franc? Tehát, tehát a 2020-as évek, vagy akkor a 2010-es évek vége, és, és, és tényleg ez egy kizáró tényező? És még jobban fel voltam háborodva, amikor beütött a COVID, és kiderült, hogy a, hogy a, a, a budapesti cégeknek a 80-90%-a meg tudja lépni azt, hogy hazaküldi a kollégáit, vagy a munkavállalóit úgy, hogy van akkor mostantól nem kell a négy fal között ott otthonról is megcsináljátok ezt a feladatot. És kiderült, hogy ez mégse kizáró tényező. Igen, ha volna tudnak, hogy én is hogy örültem ennek, hogy a, a cégek kezdenek rájönni arra, hogy a home office nem egy rossz dolog. És nagyon-nagyon és pártolom, és remélem, hogy az én munkahelyemen is még jobban fogják támogatni ezt az egészet. Egy pillanatra visszakanyarodva, nekem nagyon tetszett, a, ahogy a párkapcsolathoz hasonlítottad ezt az egészet, és, és tényleg valahol még több ponton megfogható, például ugye, amit említettél, hogy kicsit túl őszinte voltál. -e, és akkor mondjuk elhordta a az egyik munkahelyeden. Ez szerintem valahol megint csak olyan, mint amikor elmész újra csajozni egy hosszú párkapcsolat után, és, és ugye te tök őszinte vagy, hogy jaj, hát ez egy hülye pé, pi, vagy nem tudom, hogy mennyire legyünk vulgárisak, de hogy érted, az előző csaj egy hülye csaj volt, és hogy így, meg úgy, meg amúgy. Nyilván lehet, hogy valaki értékeli az őszinteséget, ugyanakkor meg az őszinteségnek is nyilván van egy kis izléses határa, és szerintem ez van a, az állásinterjúkon is, hogy, hogy persze inkább ne kamuzzál, de de azért nem kell feltétlenül elhordani a másik munkahelyet ennek annak, mert ugye, mint mondottam valószínűleg ugye a HR-esek a, a hasonló ö, ö, cégeknél, ö, azok úgy, úgy, úgy kapcsolatban vannak, és adott esetben ugye visszakérdezhetnek, hogy ez, ez tényleg így volt, vagy úgy volt. De az is egy nagyon jó dolog, amit mondtál, és ezt, ezt szerintem nagyon érdemes kihangsúlyozni, hogy tanulni kell a hibáinkból és a sikereinkből is. Tehát, hogyha, hogyha tényleg elmész egy állásinterjúra, és úgy érzed, hogy igen, igen, tök jól ment eddig a pontig, és akkor ott valamin elbukott, akkor igenis kérdezz vissza, ebben az esetben szerintem tényleg lehet azt mondani, hogy a legrosszabb dolog az az, hogy nem írnak vissza, vagy nem veszik fel a telefont, vagy tök mindegy, hogyha esetleg nem helyben kérdezed meg, vagy hogyha meg helyben kérdezed meg, akkor meg nem tudom, valamit kitalálnak, ami nem feltétlenül igaz, de szerintem nagyon fontos, hogy kérdezz, mert hogyha valami szakma, vagy, vagy beosztás, vagy valami érdekel téged, akkor neked is ugye az az elsődleges célod, hogy fölvegyenek egy ilyen beosztásba, egy munkába, és, és ezt, hogyha valami, valamin csúszol, és nem egyszer, hanem akár többször, akkor nagyon fontos, hogy tudd, hogy mi az, amin elcsúszol, és akkor azon tudsz javítani, mert a, az esetek többségében több, mint valószínűleg hogy fogsz tudni rajta javítani. Mert az, hogy hát a személyiséged nem tetszett, az egy más kérdés, de hogyha esetleg szakmai dologba tudnak belekötni, szóval hogy szerintem igen, ezen, ezen lehet segíteni, és nagyon jó, hogy ezt így mondtad, hogy, hogy azért elkezdtél tanulni a, ezekből a dolgokból, és akkor elkezdtél interjúkra járkálni, de úgy, hogy már kedvelt ér interjúkra járkálni. Úgyhogy szerintem, hogyha valaki valamit megjegyez ebből az egész podcastből, az az, hogy, hogy nyugodtan próbálkozzál, kérdezz vissza, és, és ebből csak tapasztalni tudsz, hogyha mindig visszakérdezel, hogy esetleg mi volt a baj. Ö, utólag egyébként a tanulságra visszatérve, utólag egyébként azzal a kapcsolatban, hogy én nem szeretnék bejárni dolgozni, én rájöttem, hogy mi volt ezzel a bajuk. Azt gondolták, hogy hogy nem akarok egyáltalán dolgozni. Uh -huh. Tehát azt vizionálták bele, ugye, mint beszéltünk róla, a rossz hiszeműséget látják bele, azt vizionálták bele, hogy én ezt biztos azért szeretném, mert csak a munkaszerződést akarom aláírni, meg a lóvét akarom elkérni, de hogy így hogy hetet kell majd várni, mire megválaszolok valamit, nem fognak tudni elérni, nem tudják, hogy ki vagyok, mi vagyok, ki fia vagyok... Nem fogok dolgozni, mert ugye valószínűleg az a kijelentés, hogy nem szeretnék bejárni dolgozni, az ezt a benyomást keltette bennük. Mai agyammal már tudom hogy azt kellett volna mondanom, hogy, hogy flexibilisebb munkakört szeretnék, mm -hmm. hogy, hogy kicsit kevesebb kötöttséget, hogy nem szeretném, hogyha szempont lenne, hogy nem érek be nyolcig, szeretném, ha magam menedzselném a, menedzselhetném a saját feladataimat, egyébként az adatvédelmi tisztviselői pozíciókhoz ez hozzá is passzol, mert ugye a jogszabály nagyon jelentős autonómiát ad neki, és, talán, hogyha találok egy olyan munkahelyet, mert egy csomó állásinterjúra úgy mentem el, hogy nem is akartam ott dolgozni, mert nem volt szexi a cég az én szemembe, meg nem, nem tudtam elképzelni azt, hogy itt dolgozok, meg ugye egy csomó esetben azt se tudtam, hogy hol fogok dolgozni, csak az interjún derült ki. De ha egy olyan munkahelyel találkozok, ahol ami, ami tetszett is volna, a, végül ez meg is valósult, ugye? Akkor ugye simán mondhattam azt, vagy mondhattam volna azt, hogy, hogy, hogy hát csak egy kicsit flexibilisebb munkakört akarok. És a, ahol most dolgozok, ott, ne, ott az, az itteni állásinterjún nem mertem azt megkockáztatni, hogy azt mondom nekik, hogy hogy nem szeretnék kötöttségeket, hanem azt mondtam, hogy hogy hát meg tudom hozni az áldozatokat. Most egy ez, 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 főállású vállalkozó vagyok, de 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 el tudom ezt engedni. És, és úgy tűnt, hogy, hogy el is várják, de mint kiderült utólag, nem teljesen eskörűen várják el. Tehát nem mondták azt, hogy a komplet szakmai életemet áldozom fel ennek a munkájának az oltárán, csak, csak szerették volna, ha nagyon az elején letisztázzuk, hogy, hogy ez nem egy újabb megbízó, ez a, ez a cég, hanem, hanem ez, ez egy itt komolyan kell venni a, a munkát. És elkezdtem dolgozni, és az lett a benyomása azoknak a kollégáknak, akik, ne, akikkel napi szintű kapcsolatom volt, hogy attól függetlenül, hogy éppen nem vagyok a szobában, vagy, vagy éppen nem érek be 8-ra, 9-re, attól függetlenül elvárható tőlem, hogy jó minőségben és hatékonyan végezzem el a feladataimat. És ebből kialakult egy olyan fajta harmónia, ami azt mondatja velem, hogy én ettől a munkahelytől nem szeretnék elmenni egy hamar. És volt még egy érdekes élményem, még jóval korábban, egyszer ugye, mint mondottam, kirúgtak egy munkahelyről, és nagyon gyorsan szerettem volna egy másik munkáját keresni. Nem igazán akartam azt megkockáztatni, hogy kiderüljön, hogy nem vesznek föl hova. mint kiderült, csomó helyre el tudtam volna menni nagyon hamar, és elmentem egy ilyen céghez is, ez egy közbeszerző cég volt, és egy egészen parodisztikus helyzet keletkezett ott az állásinterjún. Bejött először a tulajdonos, egy ilyen fiatal, ilyen zsúrpubi, egy ilyen ficsúr, egy ilyen, eleve megnéztem azért már Facebookon, ilyen, ilyen, ilyen vitorláson, napszemüvegbe, vigyorgó, ilyen, hidegrázos oh, ilyen hidegrázós zsúrpubi. És egy, eleve én nem tudom, miért kell Budapest teljes másik oldalára rakni a munkahelyeket, de, de tízből kilenc állásinterjúra a teljes átellenes pontjára mentem Budapestnek, ahol, ahol most lakunk, és mondtam egy bérigényt. Ugye lemenedzseltem magam, lemarketingeltem magam. Ja igen, és előjött az, hogy, hogy miért váltok, és hát mondtam, hogy hát nem váltok, hanem kirúgtak. És kér, mondta, mondja az a tulajdonos, hogy, hogy úgy is megkérdezzük tőlük, de akkor már mondja elén is, hogy miért rúgtak ki. És hát ezt majd, elkezdtem is az adatvédelemmel foglalkozni jóval később, és hát egy ilyet, hogy megkérdezi a munkahely az előző munkahelyet, hogy miért rúgtátok ki, ez egy akkora durva adatvédelmi Igen. visszaélés. Mai agyammal már mondta volna, hogy ne csináld, mert feljelentelek. De, de mindegy, szóba jött az, hogy, hogy, hogy a bérigény. És hát mondtam egy bérigényt, és ilyen jelentős, ilyen, ilyen, meglepődő fejet vágott. Egy ilyen, tudjátok, mint az a, az a gif, amikor az a kis így a számítógép előtt egy ilyen thumbs up mutat, hogy ő, az azért kemény. És egyáltalán nem volt magas összeg mai aggyal. És akkor azt mondja, hogy mond, mond egy kevesebbet, egy mondjuk 30 ezer forinttal kevesebbet, és, és mondja, hogy a próba idő letelte után ezt újra tudjuk tárgyalni. Hát tudjátok, mikor lett volna ebből újra tárgyalás. Tehát most aláírom a szerződést a, a kevesebb összegre, letelik a próba idő, majd soha nem kerül szó a, a sor arra, hogy módosítsuk a munkaszerződésemet, hogy több pénzt keressek jó, mondom, elengedem, lépünk ezen túl, ez úgyis csak egy átmeneti történet, most nagyon kell nekem gyorsan egy munkahely, mert kiszolgáltatott helyzetben vagyok STB. Akkor kimegy ez a maki, ez a tulajdonos, és bejön a Samesz. A Samesz alatt én az ilyen megbízott ügyvezetőt értem, tehát ilyen, ilyen operatív, úgy, gond, úgy láttam, hogy ez a haverja volt a tulajdonosnak, és, 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 és mire utána az tele volt lóvéval, mert gondolom ilyen beágyazott ö, karakter, ezért megkérte a haverját, hogy helyette ö, ügyvezesse a céget. Uh -huh. Legábbis nekem úgy tűnt, mert ez a Samessz is egy ilyen 30-as csábó volt. És ö, beszéltem vele is pár szót, kicsit ilyen személyesebbre vettük, meg ilyesmi, és akkor így teljesen komolyan rám néz, hogy hát azt azért jóha tudod, hogy nálunk tiktart a munkaidő, de ott ötkor itt még senkinek nem esik ki a tolla kezéből. És máig nem értem ezt a mondatot. Tehát máig, máig teljesen meglepően ért engem ez a dolog. Én azóta nem hallottam ilyet állásinterjúkon, pedig bőven voltam állásinterjúkon azóta is, hogy hogy létezik az a kifejezés, hogy ötkor itt még senkinek nem esik ki a toll a kezéből. Ebből az következik, hogy hiába fejezte be a munkámat, hiába tett le a munkaidőm, és hiába nincs feladatom, attól még nem kell hazasietnem Budapest másik végébe. Tehát ez, se, se feltétlenül marketingelte jól nekem a munkát, viszont ugye tudtam, hogy arra kell számítanom, hogy, hogy, itt bőven lesznek túlórák, és bőven elfelejthetem a magánéletemet, vagy a, vagy a szórakozás, vagy a mennyasszonyommal, mai feleségemmel, és jó, mondom, oké, 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 menjünk, és akkor mondták, hogy körbevezetnek. Tehát körbevezet ez a csávó, és körbevezetett egy ilyen nagyon ilyen, emlékszem, nagyon ilyen rosszul megvilágított irodaház, eleve talán rossz is volt az idő, tök mindegy. És láttam, hogy mindenki, aki dolgozik, az előtt iMac van. Tehát az Apple-nek az asztali számítógépe. Ami ugye, ha utána néztek, egy ilyen másfél-két millió forintra is ki tud jönni. És akkor, ezért, akkor nem foglalkoztam ezzel, de így visszaemlékezve néztem, hogy ja, és az én bérigényemre néztetek egyet, amikor minden egyes kollégának állj je -ja van, mert hogy muszáj, muszáj Apple-ös környezetből felépíteni a, a munkai hálózatot. Milyen szánalom már, tehát hogy azt ugye tudjuk, hogy apple le felépíteni egy hálózatot, az, az mondjuk ISO 27001-es tanúsítása ne igazán számítson, mert tök tök problémás a, a jogosultság kezelés, eleve nincsen adminisztrátor szerepkör imac környezetben, de hát veretni kell, hát most érthető, hát az a kedvenc márkája az ügyvezetőnek, vagy a tulajdonosnak, hát méne az lenne? És ugye egy csomó esetben ilyenkor vannak így elfekvőben is imac uh -huh. tehát méne lenne a, a szertárban, vagy mit tudom én, hol, még 5-6 ilyen egy új kollégának bekészítve. És akkor az én bérigényemre néztek. Nagyon jó. Jaj, ne is mondd ezt a bérigényt. Nekem ezzel valahogy mindig problémám volt, mert sosem tudtam, hogy mit mondjak. Eleve ugye ott kezdődnek a bajok, hogy, hogy én, mint egyszerű ember, mindig a nettó összeget nézem, hiszen hát ugye azt kapom a számlámra folyamatosan, hónapról hónapra, és én azzal tudok számolni, hogy hát most 200 ezer forintot kapok, 5 évvel később már 300 ezer forintot, nem pedig azt, hogy, hogy éppen most úh, hány százalékot vesznek le a bruttóból, de nyilvánvalóan a munkáltatók azok meg többnyire bruttóban gondolkoznak, hisz idézőjelben ugye te annyiba kerülsz nekik, és ezzel nekem mindig problémám volt. Néha szerencsére utána jártam, vagy megérdeklődtem, és akkor, és akkor egy relatív normális összeget be tudtam mondani, de egyébként rá is kérdeztem egy-két ismerősömnél, ugye, akik a, a, másik oldalon ülnek, hogy, hogy általában mik a reakciók ezekre a bérigényekre, és hát persze megint csak ugye a munkahelye válogatja, hogy ki hogy reagál erre, meg hogy kezeli ezt az egészet, de, de hát sajnos azért ugye vannak munkahelyek, ahol mondjuk egy, egy, átlagos, nem tudom, recepciós, mondjuk keres 200 ezer forintot, most mondtam valami, de te odamész, mint tapasztalatlan, vagy pályakezdő, vagy akárki, akinek nincs ezzel egyszerűen tapasztalata, hogy hogy becsülje föl ennek, a, ennek az állásnak ugye a, a, fizetését, és bemond mondjuk 200 helyet 150-et, akkor igenis elgondolkoznak, hogy hát jó, hát akkor ennek az embernek ennyit fogunk fizetni. Hála istennek, persze ott van a másik oldal is, uh, ahol, hogyha többet vagy kevesebbet mondasz be, akkor, akkor ott azért elő vannak írva, hogy jó, akkor ehhez az IT pozícióhoz mondjuk. 300 ezer forint a kezdőfizetés, akkor nem fogunk ennek az illetőnek 200-at fizetni, csak azért, mert ezt mondta be. De azért szerintem itt is megint csak érdemes kihangsúlyozni, hogy piackutatás, néz utána, meg nagyon fontos, mert tényleg néha sajnos alulbecsülöd magadat, vagy egyszerűen csak félsz többet mondani, és ezáltal a saját hülyeséged miatt fogsz kevesebbet keresni. Egyébként az hogy, az, hogy ki mennyire van zavarban, uh, arra sajnos nemrég hallottam egy, egy nagyon ijesztő ellenpéldát, és remélem, hogy azért ez így nem nagyon fog elterjedni a jövőben. De egy barátomnak volt szerencséje online állásinterjúhoz, azzal a csavarral, hogy ugye nem Skype-on keresztül történt, hanem egy gépre kellett felmondani a, ugye, a válaszait. És ez az egész úgy nézett ki, hogy felhívták, hogy ekkor és ekkor lenne ez, a, ez az online interjú. Persze rábólintott, és akkor elküldték neki a, 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 linket, meg hogy hogy működik ez az egész. És hát ugye kamerát be kellett kapcsolni, meg, meg minden mikrofonnak ugye kéznél kellett lennie. És nagyjából 30-60 másodperce volt egy-egy kérdésnek a megválaszolására. És Hát igen, sajnos elő is fordult több alkalommal, hogy kicsúszott egyszerűen az időből, és nem tudta befejezni a válaszát, mert adott esetben mondjuk akár szakmai tapasztalatra, vagy akármire rákérdeztek, és azért ő bővebben kifejtette volna ezt az egészet, de erre nem volt lehetősége. Úgyhogy én ezt egy nagyon ijesztő jelenségnek tartom, hogy gyakorlatilag egy, 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 egy kamerába kell belebámulnod, a mikrofonba kell válaszolnod, ugye eleve a technikai vagy technológiai adottságaid, azok milyenek, az megint egy más kérdés, de hogy, hogy, mennyire személytelen ez az egész, és hogy mennyire, ahogy mondtad, ugye te, te vagy úgymond a termék, amit te próbálsz eladni, tehát saját magadat próbálod eladni, egy ilyen környezetben erre abszolút nincsen lehetőséged, és hogy, és hogy csak gondoljunk abba bele, hogy az emberek többsége mennyire kellemetlenül érzi magát egy kamera előtt, nemhogy még magáról, vagy a szakmai tapasztalatairól, vagy akármiről beszéljen, egy, egy, és próbálja magát eladni és felvetetni erre a munkahelyre, Úgyhogy hát igazából ennek a barátomnak sem jött össze, ugye ez, a, ez, az állás, nem is nagyon keresték utána meg, de azért gondoltam, hogy megemlítem, és, és, a hallgatóinkat meg is kérném, hogyha van lehetőségük, és, és, van ilyen tapasztalatuk, akkor a Telegram beszélgetésünkben osszák is meg ezeket az élményeiket, mert engem nagyon érdekel, hogy mennyire elterjedt ez az ilyen online interjú téma, mert, mert mondom, számomra ez nagyon ijesztő. Nálam egy olyan volt, hogy el kellett menni a budapesti székhelyre a cégnek, ott bekísértek a tárgyalóterembe, ott van egy szép nagy asztal, majd van az asztal végén egy nagy TV, az van egy uh -huh. kamera, ugye ez ilyen nagyvállalati közegben ez egy ilyen bevett ö, felállás, és a tévében a, a képernyőn egy, egy ázsiai férfi nekem oldaltason ül ö, a gép uh -huh. előtt néz rám, hogy akkor hallgatja az álláspontomat, mutatkozzak be, meg hogy hol dolgoztam, és akkor el, leülök, elkezdem mondani, ő visszafordul a gép elé, valamit ott prüntjög, én ott angolul valamit megpróbáltam makogni, de iszonyat személytelen volt Igen. ez nekem. Tehát ne kelljen már egy képernyőbe, egy nekem oldaltasan ülő ázsiai férfihoz mondani, az ázsiai értemszerűen nem játszik szerepet a problémában, <laughs> de, 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 de zavarba éreztem magam, és mindig, amikor befejeztem a mondatomat, hagyott egy tíz másodperces hatásszünetet. Tehát olyan, mintha nem is érdekelte volna az, az egész. Természetesen kamerára vették, mert mély, ja. és bizonyára, biztos vagyok benne, hogy kielemezték. Na de igen, ez, 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 meg a másik része, tehát, hogy ami, ami az aggasztóbb számomra, az nem is az, hogy mennyire személytelen, meg ilyesmi, hanem akármilyen algoritmus, vagy, vagy szakértőt odahívnak, vagy akármi, és minden egyes képkockát, reakciódat ki tudják elevezni, hogy rosszabb esetben akár, hogy a szobádban milyen könyvek vannak, ne is Isten véletlenül pont ott virít a Minecraft, vagy tök mindegy, hogy mi, nem kell ennyire drasztikusnak lennie, de, de azért tényleg gondoljunk bele abba, hogy, hogy egy, egy fizikális állásinterjún ott ültök egymással szembe, kialakul egy valamilyen kapcsolat kettőtök között, egy emberi kapcsolat, és, és egyszerűen sokkal személyesebb, sokkal természetesebb számodra, mint az, hogy egy élettelen tárgyba belebeszéljél, és akkor reménykedsz abba, hogy, hogy éppen nem vágtál egy rossz mimikát, vagy vagy nem válaszoltál hülyeséget valamire. Nekem van még egy nagyon furcsa, és sajátos, és rossz élményem az állás során. Nem egyszer tapasztaltam azt, és itt én, most meg én vagyok kíváncsi a hallgatóknak a véleményére, telegram csoportunkba írjátok meg, hogy vizsgáztattak az interjún, gyakorlatilag leültem beszélni, beszéltem a hr sel vagy bárkivel, majd a beszélgetés után az órom elé tesznek egy, egy, egy tesztlapot. És akkor kimennek a szobából, kapok 10 percet. És én ezt, ezt mindig is nagyon-nagyon rosszul éltem meg. De azt vettem észre, hogy munkáltatói oldalon nem dramatizálják túl. Tehát néha, néha ez csak egy ilyen abszolút közönös művelete az egész uh -huh. dolognak, lehet, hogy egy újabb ilyen ellenőrzési szakasz, hogy jó-jó, emberileg olyan hát megkérdőjelezhető, de, de de hogy okos-e, és akkor megnézik a teszt, teszt feladatot. De én viszont iszonyat rosszul éltem meg, mert az volt a benyomásom, hogy infantilizálnak. Tehát én felvettem az öltönyömet. Fogtam az oktatáskámat, uh -huh. levaksoltam a cipőmet, vagy mi az Isten, hogy hívják, és bementem a Budapest másik végébe, hogy tárgyaljak, hogy, 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 hogy állásinterjún részt uh -huh. vegyek. Ez egy mellérendelt pozíció. Tehát én, én sem vagyok ö, ö, alárendelt helyzetben, igaz, jelentkezek egy állásra, amire nekik meg ember kell. Tehát ő lehet, hogy adott esetben nekik rám van szükségük, nekem meg rájuk, az egy ideális helyzet. De egy ilyen alapvetően, szükségszerűen kiegyensúlyozott helyzetet megtörni egy olyan művelettel, hogy akkor eléd rakom fiam a dolgozatot, és 10 percet van, hogy megírd, és akkor ott a kérdés, hogy mik az alapelvei a közbeszerzési jognak, tököm Igen. tudja, <laughs> az, 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 az nagyon zavaró volt. De még zavaróbb volt egyébként... Amikor, amikor kérdéseket tettek fel. Tehát, tehát nem nem úgy értem, hogy olyan kérdéseket tettek fel, hogy mi, milyen volt az előéletem, mit csináltam én ennél a munkahelynél, mik, mik, milyen tevékenységet végzek a szabadidőmben, meg effélék, hanem vizsgakérdést. Az Több ilyen élmény volt. Legrosszabb élmények. Soha nem akarnék egy ilyen helyen dolgozni, ahol ilyesmit megcsinálnak. Közbeszerzési ö, szakértő pozícióra mentem, egy másik helyre, és... Ö, egy ilyen közbeszerzési bonyolító pozíciót szerettem volna betölteni. És megkérdezte az interjúztató, hogy, hogy gyakorlatilag belekérdezett abba, hogy ha én mondjuk, tehát egy ilyen, egy ilyen jogesetet elmondott, hogyha én mondjuk árubeszerzést akarok lefolytatni mondjuk 200 millió forint becsült értékbe, akkor az most nemzeti eljárás vagy uniós eljárás. Mm. És és akkor adott, eset, adott pillanatban lövésem nem volt, pont akkor változtak meg ezek a szabályok, de egyébként sem tudtam ezeket fejből. És akkor mondtam, hogy hát szerintem, szerintem uniós. Hát nem, mert nemzeti. És akkor az volt az első reakcióm, így mutattam a táskámra, hogy mindjárt kiveszem a telefonomat, rákeresek, és 30 másodperc múlva tudni fogom ezt az információt. Nem is hívtak vissza egyébként, de én ezzel próbáltam finoman jelezni, hogy olyan dolgot kérdezett meg, amit lehet, hogy ő se tud fejből, de ha tud is fejből, lehet, hogy ő is megnézné azért az interneten a jogszabályt, hogy ellenőrizze, hogy jól emlékszem. És egy ilyen dolg, dolognak a, a fejből való tudását kérik számon, és a nem tudás esetén pedig kizáró tényező, és én ezt, ezt megalázónak érzem, én ezt felháborítónak érzem. Mai agyammal én egy ilyen kérdésnél felállnék és eljönnék. És, és mondanám, hogy vizsgáztassatok Igen. mást! Hogy engem ne, de ugyanakkor meg hallottam ellenpontokat, még egy podcastben is, egy ilyen programozói podcastban, a Let's Code podcastben, hogy, hogy, azok ugye munkahely, munkahelyen dolgozó szakértők, és ők interjúztatnak is, és ők például mesélték is egy epizódba, hogy az állásinterjúra jövő potenciális munkavállalóktól bekérdeznek olyanokat, hogy például mik a szolid, szolid alapelvek. És egy csomó esetben felháborodnak a, a munkavállalók, hogy, hogy hát miért kell nekem ezt megválaszolnom. Itt van a szívim, látod, hogy hol dolgoztam? Van mögöttem 15-20 év. Miért nem ez beszél helyettem? Miért az alapján dől el, hogy ki vagyok, vagy hogy jó vagyok-e ide, hogy tudom-e a szolid alapelveket, vagy sem? Tehát ezt értsed, nem vizsgázni jöttem, interjúzni hmm. jöttem. Ha az, hogy engem egy tárgyalásból kirántanak egy vizsgabizottság elé, az engem, nálam egy olyan blokkot idéz elő, hogy nem fogom tudni a választ adni. Csak a válasz alapján engem megítélnek. És a csomó esetben egy ügyvédírodánál, annál a nagyon rossz nevű ügyvédírodánál, ahol először még nagyon naivan elmentem, akkor még nem tudtam, hogy olyan rossz híre van állásinterjúra gyakorlatilag ez a kérdés átesett egy ilyen barkobázásba, ami meg ilyen végtelenül megalázó. Tehát én fel nem fogom basszus, hogy ez mennyire megalázó, hogy akkor milyen energiabeszerzéssel foglalkoztam, közbeszerzési pozícióra mentem el interjúzni, és akkor megkérdezte a műszaki szakértő, ilyen visszataszító ember volt, hogy mi a fontos a földgáz energiabeszerzésnél. Mondom, sok minden, tehát hogy elkezdtem mondani azért, hogy a becsült érték, meg a, 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 az ajánlatkérőnek az elvárásai, meg mit te micsoda. Nem, 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 hogy az időt illetően, hogy az időszakot illetően, hogy, a, hogy az időintervallumot illetően, és így, és így néztem rá ilyen, ilyen, ilyen nyálas Eugén fejjel, hogy te most itt mire gondolsz, és, és, így, és így, így kimondta helyettem, hogy hát a gáz év, és Bármit mondhatott volna, basszus, mert nem volt következetes és konkrétan meghatározott a kérdés. És ekkor jöttem rá, hogy alapelvi szintű probléma a kérdezésben van, nem a válaszban. Igen. És hát ilyen farcal kivonultak, elém rakták még a vizsgalapot, kitöltöttem, leadtam, és nem is hívtak többet. Csak mondjuk egy két évvel később, amikor már elfelejtették, hogy én voltam már náluk. És hát ennyi igazából, hogy hogy jogos a kérdés, hogy nem, nem tudnák ellenőrizni, tehát nincs meg nekik a joguk arra, hogy ellenőrizzék azt, hogy tudom-e azt a munkát végezni, aminek a betöltésére vállalkozom, hogy ismerem -e ennek a munkának az alapjait. De én azt gondolom, hogy állásinterjún a vizsgáztatásnak a vizsgáztatás nem ennek a feltárására irányul valójában. Azt hiszik, hogy erre irányul, de valójában csak a feszültséget uh -huh. gerjeszti, és ö, emiatt az interjúztató nem kaphat értékelhető eredményt. Nem fogja tudni azt az információt, ö, azt a visszacsatolást kapni, hogy ez a csávó tudja azt, a, azt, amit amit szeretne, mert egy ilyen tesztes megoldással vagy ilyen barkobás megoldással nem tudott hitelesen képviselni a tudásokat. Igen. És hát mondjuk valahol, uh, ugye ez az egész uh, szerintem attól is függ, hogy milyen, milyen munkára jelentkezel, de ettől függetlenül nekem, megmondom, őszintén egy kicsit uh, PTSD-n volt, uh, és visszagondoltam arra, amikor, amikor még. Uh, mondták, hogy mennyire fontos lesz a matematika az életünkbe, és, és mi csak röhögve már akkor is rámutattunk a számológépre, hogy jaj, majd eljönnek azok az idők, amikor ez a zsebünkben lesz folyamatosan, és, és nem kell feltétlenül másodfokú egyenleteket fejben számolgattunk. És egy kicsit itt is uh, ilyen érzésem van, hogy talán ezek ilyen, ilyen, ilyen hülye berögződések, vagy nem tudom, hogy akkor uh, teszteljük le, hogy a, az álláskereső éppen mit tud, vagy mit nem tud. Még akkor is, hogyha ténylegesen, amikor te ott ülsz a géped előtt, és, és csinálod a munkádat, akkor bőven van időd rá, meg, meg lehetőséged rá, hogy utána nézzél dolgoknak, és, és egyszerűen nem kell mindent fejből csinálnod, főleg nem mondjuk egy olyan ö, ö, munkával kapcsolatban, ami mondjuk fél évente, évente változik, átalakul, frissül, stb. És remélem, hogy ezt is minél többen belátják, hogy ez egyszerűen a hülyeség. Ilyen szinten tesztelni a, az álláskeresőket, mert egyszerűen nem reális ez az egész. És akkor ezen felül még bőven ott van az, hogy mennyire hülye elvárások vannak, ugye egy ilyen állásinterjún. Ugye nekem is volt egy tapasztalatom például, amikor több körös lett volna ez az egész procedúra, de az első kör már ott kezdődött, és. és egyébként visszagondolok, és leesik az állam, hogy egy félnapos állásinterjút kellett végigcsinálnom, ahol különböző teszteket kellett kitöltenem, különböző emberekkel kellett különböző nyelven beszélgetnem, és, és gyakorlatilag, mintha tényleg a, 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 cégnek a CEO-ja lettem volna, vagy nem tudom, arra a pozira jelentkeztem volna, hogy ennyire komolyan egyszerűen át kell engem vizsgálni, hogy mit tudok, meg mit nem tudok az asztalra tenni, és, és nem, nem tudom, szerintem valahol egyszerűen föl kéne ébrednie ezeknek a, az embereknek, hogy, hogy, gyerekek, tényleg én leírtam, hogy mihez értek, mihez nem értek, egy fél órában, órában nézzük meg, hogy miről tudunk beszélgetni, mennyire passzol a személyiségem hozzátok, mennyire érzitek azt, hogy, hogy láttok bennem fantáziát, és, és ne nézzük már egymást hülyének, szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Van már egyébként egy olyan szakterület, amit úgy hívnak, hogy employee experience, tehát a munkavállalói élmény, ami gyakorlatilag már képzések vannak, annak az a lényege, hogy megtanítják HR-eseknek, vagy bizonyos ilyen irányú szakembereknek azt, hogy hogyan érjék el, hogyan realizálják egy munkahelyen azt, hogy az Y generáció tagjai, azok oda jöjjenek, oda akarjanak jönni dolgozni. Ugye az volt az alapvetése ennek az epizódnak, hogy a mai fiatalok, már nem teszik össze a két kezüket, hogy dolgoznak valahol, hanem a munkáltatók teszik össze a két kezüket, hogy a fiatal el akar hozzáükönni uh -huh. dolgozni. És azt hallottam, hogy ezek a munkáltatók már tudják, hogyha ezeknek a fiataloknak nem biztosítanak továbbfejlődési lehetőséget, továbblépési lehetőséget, mármint, hogy vezetői pozíciót, mondjuk három ott töltött év után, és nincsen csocsóasztal, nincsen zsámoly, vagy mi a franc, fotel, meg társadalmi szerepvállalása a cégnek, mm. meg hasonlók, akkor ezek a fiatalok nem akarnak eljönni oda, de már úgy értesültem, hogy vannak képzések, amelyek erre települnek. És egyébként tök érdekes, de ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy a GDPR-ban is egyébként megvan az a kategória magatartási kódex. Ö, gyakorlatilag több szervezet összeállhat, hogy saját belső szabályrendszert, vagy egymásra irányadó szabályrendszert fogalmazzanak meg. Értem szerint a személyes adatok védelme érdekében. És meggyőződésem egyébként, hogy akár már ma is lehetne egy érv, amellett, hogy itt érdemes dolgozni, hogy nálunk szabályozva van az, például, hogy a munkai eszközeidet mi nem ellenőrizhetjük csak úgy, mi nem nézhetünk be a saját tartalmaidba, mi engedélyezzük neked, hogy privát dolgokat letöltsél a gépedre, letöltsél családi videókat, e félék mi ezt nem tiltjuk meg, sőt, korlátozzuk magunkat abban, hogy egyáltalán foglalkozzunk uh -huh. ezzel. Én szerintem ezek egyébként ö, fontosak lesznek. Tehát például egy csomóan azt gondolom, már amikor szálláshelyet keresnek külföldre, már ott is nézik, hogy, hogy biztonságos-e adatvédelmileg, vagy információbiztonság tekintetében a szálláshely, hogy, hogy garantálja-e valamiképpen a szálláshely, hogy itt ez a, ez a wifi, ez törhetetlen, hmm. vagy hasonlók, nincsenek kamerák befúrva a zuhanyzóba, <laughs> nyilvánvalóan, de, de hogy tök érdekes, hogy hogy már gyakorlatilag vannak szakemberek arra, hogy elmenjenek egy munkahelyre, és így összekössék, összemenedzseljék a lehetőséget az adottságokkal, meg, a, meg a, a keresletet a kínálattal, hogy jó, mit tudom én, te egy, egy olyan szakember vagy, hogy Mit mondjam, nagyon jól tudsz kerítés-festés menedzselni, akkor te fogod vezetni a kerítés-festő brigádunkat, amikor önkéntes alapon iskoláknak a kerítéseit festetjük le a kollégákkal. Most mondtam valamit. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, ezt én is érzem már régebb óta, hogy ma már nem elég csak kifizetni a lóvét, hanem jobban meg kell becsülni a, a munkavállalódat, mint az ügyfeledet, hogy jobban kellő tisztelned, -hogy, hogy, 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 és ezzel én találkoztam a való életemben, hogy, 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 hogy folyamatosan figyelni kell azt egyébként, hogy, 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 jól érzi -e magát, és én mivel tudom szolgálni azt, hogy, hogy ő ebben a, ezen a munkahelyen jól érezze magát. Mert hogyha én nem tudom ezt biztosítani, akkor feláll és elmegy egy olyan helyen, a helyre, ahol jól fogja érezni magát. Én meg itt fogok maradni munkavállaló nélkül nagyvállalati közegekben szerintem ez ennek nagy jelentősége szerintem van. Szerintem is, és, és, én nagyon örülök, hogy azért ez, ez kezd populáris lenni, mert tényleg fontos szerintem az, hogy, hogy ne droidként kezeljük a beosztottjainkat, hanem, hanem <laughs> érző és élő emberekként kezeljük őket, mert, mert nem mindegy szerintem azért a munkáltatónak sem, hogy nekem egy depressziós elkeseredetbe beosztottam van, van egy, vagy egy olyan ember, aki szeret ide bejönni, és motivált, hogy minden nap jobban teljesítsen, mint előző nap, és, és örülök, hogy ezt azért szépen lassan kezdik meglátni a, a munkahelyek. Totálisan egyetértek, mi mindig egyetértünk, nem szoktunk vitázni. De a mai epizódunk a végéhez ért, kicsit hosszúra nyúl, de nem baj. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső volt, a túloldalon pedig Dani. Sziasztok! Sziasztok!